Az Európai Néppárt, vagyis a Keresztény Demokraták 184, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben 139, a Renew Europe 80, az Európai Konzervatívok és Reformerek 73, az Identitás és Demokrácia 58, az egyéb képviselők, vagyis az újonnan megválasztott képviselők, akik a legköszönő parlament egyik képviselőcsoportjához sem tartoznak 53, a Zöldek Európai Szabadszövetség 52, az ENI, vagyis a Független Képviselők 45, valamint a The Left, baloldal az Európai Parlamentben képviselőcsoport 36 taggal képviselteti magát. Magyarország összesen 21 képviselőhelyen osztozott, a Fidesz-KDNP 11 mandátumot, a TISZA 7 mandátumot, az MSZPDK párbeszéd Zöldek 2 mandátumot, a mi hazánk pedig 1 mandátumot szerzett. A felsoroltak négy képviselőcsoport tagja lettek: a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségébe két fő, az Európai Néppártba nyolc fő, független képviselőként tíz fő, valamint egyéb képviselőként egy fő került be az Európai Parlamentbe hazánk színeiben. A parlament eljárási szabályzata alapján. Egy képviselőcsoport legalább 23 képviselőből áll, akiket legalább 7 különböző tagállamban választottak meg. Az Európai Parlamenti képviselők mandátuma 5 évig, tehát 2029-ig szól.